Oké, anime karékasztal lesz. Integetek, akinek integetek, igen. És mivel most volt Valentin nap, ezért szerelemről fogunk beszélgetni az animékben, meg a mangákban. Csak megvárjuk, hogy mindenki kimenjen, és a tök üres teremnek tudjunk majd beszélgetni. Ha már japán és szerelem, ugye hát a legelső regénye is Japánban lett megírva, ugye, ami a szerelemről szólt, vagy szerelemről is szólt, a Genji története. És hát egyébként is a gésák is a szerelemhez kapcsolódik, hogy ami nagyon ismert fogalom, a ha már japáról van szó. Szóval ők nagyon tudnak a szerelemről beszélgetni, meg egyébként is történeteket kitalálni, de tényleg tudnak? Kérdezem el, hogy képesek? Szerelemről nagyon tudnak beszélni, viszont ami problémát szokott okozni, ugye, hogy nem mindig tudnak újat kitalálni, és leginkább emiatt vagyunk ma itt, ugye? Majd meg kiderítjük. Majd kiderítjük. Jó, rendben. Jó, igen. Majd a legtöbb animében és a mangában általános klissék szoktak szerepet kapni, mint például ilyen, hogy találkoznak a nagy szerelmes párok, és hogy hol szoktak ezek történni, leginkább a csoportban, osztályteremben, és klasszikusan ugye mindig a ablak mellett ülő fiúba vagy lányba lesz szerelmes a főhős. Vélemény, gondolat, iskola és szerelem és osztály? Az iskolában minden az ablak mellett történik legalábbis, aki a főszereplő, az mindig ott ül. Ez ilyen klisé. De nem csak a romantikus animékben, hanem minden animében nyilván. Jó, abszolút, abszolút. Lát is onnan látta meg a Death Note-ot, szóval. Gyakori klisé egyébként, ami azt hiszem még fel is van élve, hogy ez az óra után a suli mögött, ami mindenkinek a nagy kedvence, nem csak az animében, hanem tényleg mindig, és ez a levél a cipőszekrényben, hogy ez valami nagy mániájuk, hogy nem lehet padba becsúsztatni, vagy valahogy eljutni, mindig a cipőszekrényben ott kell lenni egy ilyen kikandikáló levélnek, amit így bedob a főhősnő általában a fiúnak a szekrényébe. Ez abszolút romantikus, szóval a bűzölgő cipő mellé a szerelmes levelet oda csempészni. És hát nem igazán modern, mert ugye most már írhatnának e-mailt is, de nem, ők kézzel írott leveleket írnak, kis szívecskével ellátva, kis rózsaszín borítékban, tehát hogy ez mindig így megmaradt a régi időkből, még a levelezős időkből. Délután 4-kor gyere az iskola után, vagy mi az iskola elé hátra. Aztán vagy harcolni kell, vagy szerelem lesz a dologból. De hát sokkal romantikusabb, amikor egy kézzel írt szép levelet találsz a cipőszekrény, és szerintem pont azért teszik oda, mert hogy ugye a japánoknál ez úgy szokott lenni, hogy miután végzett az órákkal, visszaváltja az utcai cipőjét, és hát mielőtt hazamegy, mindenképpen oda megy, ezért oda a legcélszerűbb eldugni. Kivéve akkor, amikor valamiért ez nem jön össze. Amúgy nagyon, az is nagyon gyakori klisé, hogy a szerelmes párok azok szomszédok, szóval, hogy aki melletted él, az fix, hogy ő lesz a feleséged. Per férjed. Vagy gyerekkori barátod, aki mindenben segít neked. Hát ide pont nem került fel, de mondjuk a Shigatsu, a Kimi no Uso-ban ugye gyakorlatilag a nagy szerelmes az ott ért mellette és végig kisegítette. És ugye az is jellemző, hogy gyerekkori barátok voltak, vagy hogy ott ért mellette, de nem ismeri fel. Tehát, hogy vagy annyira megváltozott, mondjuk gyerekkorában kis duci volt, most meg ilyen nagyon helyes, ilyen sportos férfi lett, mondjuk. Vagy egyszerűen kínaiak tényleg... mindegy formák, hát most na, nekik is egy formák. vagy egész egyszerűen nem ismeri fel, tehát, hogy annyira, tehát, hogy nem is figyelt rá, olyan jelentéktelen volt eddig számára, most meg felfigyelt rá. Hát, vagy ennek a fordítottja, amikor ugye fiatalkorukban direkt szétválasztják őket, például elköltözik az egyik, vagy történik valami baleset, és amiatt elmennek máshova, és utána a nagy találkozás újra, hogy hát mi szomszédok voltunk, mi gyerekkori barátok voltunk, de nyilván ez csak az anime végén jut eszükbe, mert amúgy addig nem ismerik fel egymást. De a gyerekkoriban, ami nagyon gyakori még az a, hát fel is van írva, hogy ez a gyerekkori elutasítás, hogy jó, a gyerekként még nem kell, hát akkor még bunkó, még duci, még nem jó. De utána aztán persze ő kell, mert ő a legszexibb mindenki közül. Valóban, szóval, hogy odébb költözött valaki egy szobával, akkor ő már felismerhetetlen. És utazni Japánban nem lehet, szóval az olyan nem opcionális, vonattal főleg. Megkeresni a másik. Vonattal csak a tengerhez lehet kimenni. Ennyi.
Igen, csak a tengerig lehet elutazni. Ez egy ilyen dolog, meg hát egyébként is vannak azok a különböző klubok, a sportklubokban találkoznak, vagy alapít a főhősnő egy klubot, és ott jönnek össze, karutázna, szóval ez egy ilyen sportág, hogy kártyázunk is, ebbe egy sportágot alapítottunk. Igen, mondtuk azt, hogy a cipőszekrénybe a levélbe bedobása, az egy ilyen klasszikus dolog, az talán a Szagara Szószka oldotta meg a legjobban annak a kibontását a Full Metal Panicban, amikor ugye az egészet fölrobbantotta, így megijedve a eseményektől. Meg hát ugye a különböző eseményeknél is lehet találkozni, mint Macorinál a tűzi játékok alkalmával. Nem? A fesztiválok alkalmával, ugye jellemző, hogy a lányok lyukatába öltöznek, és akkor a fiú el van ájulva tőle, hogy hú, milyen csinos, ugye, vagy éppensége pont a Macurinen, ugye a fesztiválon bottanak egymásba. Tehát, hogy óriási nagy tömeg van, kint van rengeteg ember, de azért ők egymásba botlanak. Mindig így történik, hát az ember felismeri a saját szerelmét, nem? Még akkor is, ha nem ismeri. Hát persze. De igen, egyébként tényleg elég gyakori, hogy hát ennél a Macurinál összetalálkoznak, van, hogy akkor esik meg az első csók, vagy az első kézfogás. A tűzijáték alatt? Tűzijáték alatt, igen. Vagy valamiért éppen lemaradnak a tűzijátékról, úgyhogy azt pótolják valami mással. Hát általában a tűzijáték előtt szoktak drámázni, mert hogy azt akkor kell, hogy jól lekéssük a tűzijátékot. Pontosan. A másik, hogy ha nem is tűzijáték, akkor cseresznyefa virágzás hatalmas szélviharában, szóval, hogy mindent beborít a nagy szakura virágzás, és akkor hát akkor csattan el az első csók, vagy hasonló. Vagy amikor bevallják egymásnak, ugye egy nagyon gyakori, hogy mindig a lányok mennyire parázik, fel is van ugye ez a Valentin napnál, hogy jaj, hát kinek csináljak csokit, hát én kézzel fogok csinálni csokit, és nagyon romantikus lesz, de hogy kinek csinálja, azt még nem tudja. Majd kiderül. Igen, meg ugye ez a kézzel készített csoki, ugye mindig azt látjuk, hogy eszméletlenül sokat szenvednek vele, és hogy a végén talán összejön pár szem csoki, amit vagy odaad a kiszemeltnek, vagy nem, mert ugye erre is van példa, hogy ő jól megcsinálja, de végül nem adja oda. Én se adnám oda, hogyha tényleg jól sikerült, akkor megenném otthon, tehát meg tudom érteni. Jó, ez mondjuk jogos, viszont így a csokoládéknál, ami még nagyon sem szokott fordulni, hogy nem ő adja oda, hanem mondjuk egy barátnője véletlenül összekeveri, és abból is mekkora bonyodalom tud kialakulni, hogy hát én ezt a csokit nem neki szántam, hanem én ezt én készítettem ő neki, és aztán hatalmas akció keretében vissza kell szerezni. Egyébként ez egy elgondolkodtató történet, szóval bemegyek a boltba, megveszem a csokit, hazamegyek, felolvasztom, újra összeformálom, és akkor saját készítésű csokit. Hát, hogy a technika terembe, mert ugye ott is szokták az iskolában, hogy néha segítséget kérnek, és ott csinálják meg a csokit, ott szenvednek vele. Vagy hát igen, otthon többször nekiállnak. Vagy nem feltétlenül mindig csokit, valamikor kekszet is szoktak készíteni, ha jól emlékszem. Hát, csokis keksz. Amúgy most volt Valentin nap, kérdezem a jó népet is, csoki volt? Van a boltban. Elfogyott, oké. Okay. Otthon vettem magamnak. Vagy otthonra vettem magamnak. Klasszikus. És ha már Valentin napi csoki, akkor én megemlíteném így az animékhez kapcsolódva, hogy Japánban egyébként szokás, hogy adnak ki kifejezetten Valentin napra ilyen animés termékeket. Ezek általában ilyen fémdobozokban vannak, és csokoládé, és ezt csak a Valentin nap alkalmával lehet megvenni. Ezek például adtak ki a Demon Slayerből, szoktak kiadni One Piece, Dragon Ball, Sailor Moon, tehát hogy a éppen népszerű shonen címekből, illetve gyakoriak a Rilakkuma, meg a Hello Kitty is dolgok is, szariósak, és ugyanígy, ugye a japánoknál van a fehér nap, és ugyanígy fehér napra is készítenek kifejezetten ilyen animés termékeket, ami úgymond erre a fehér napra készül. Ez milyen romantikus már, hogy egy ilyen lemészárolt démon baj, gyere, szeretlek, itt van egy lemészárolt démon, ja, meg van benne csoki is, de...
Hát ugye nyilván ez a fanoknak az újabb lehúzása, tehát hogy adjunk el jó drága csokit azért, mert ugye Demon Slayer és fémdobozban van, és akkor a rajongó úgy is meg fogja venni. Egyébként finomak benne a csokik, tehát hogy nem gagyit raknak bele, ezt nem úgy kell elképzelni, mint itt a Mikulás csokik, ugye, hogy ilyen gagyi kakaós, hanem ezek tényleg ilyen finom trüffel csokoládék. Kaptál? Vettem. Iha, oké. Kinek? Magamnak. Ilyet. De csak a fémdoboz miatt. Ja, igaz. Persze. És miért vettél végül is magadnak? Mivel lepted meg magadat? Tokyo Revengers-el, Sailor Moon-nal és Demon Slayer-rel. Milyen romantikus magadnak? Hát ez a három, én ettől így a három különböző, hogy így egyet reggel, így egyet délben, és akkor mind a három kedvesed meglátogatott. De ha már ilyen három kedves, ugye, ami nagyon gyakori, ami előfordul, ugye vannak a különböző szerelmi sokszögek és a különböző háremek itt. Talán már a legtöbben ismerik a Horimiát és a Kanojo-Karu Shimasut, amit mindenki nagyon szeret. A főhőse mindenkinek a nagy kedvence, a legjobb főhős az egész világon. Hogy itt is előhallom a legnagyobb rajongót röhögni. Szóval itt is elég... Köszönjük. Szóval az ilyen helyzetek is nagyon gyakoriak, és ezek általában arra mennek ki, hogy a legtöketlenebb, mint ahogy a Kanojo-Karu Shimasuban is, a legtöketlenebb fiú köré gyülekezik az összes csaj. De tényleg az olyan csajok, akiket nem is látsz, mert nem léteznek olyan jók. De bocsánat, ugye a japán fiú tinédzsereknek két változata van, a tökös, de neki ugye világot kell megmentenie, halálistennek kell lennie, szörnyeket kell aprítania, és a csajok... A maradék, a tökéletlen, szóval ez marad. A tökös csávók elmentek harcolni, akik maradtak otthon, a tökéletlenek, szóval... Hát most, ha ez maradt, akkor ebből tudnak választani, igen. De valahogy mindig ugyanarra kell rákattani. És persze az állandó félreértés is, ugye ha már volt összekötöm ezt a kettőt, Valentin napi csoki készítés, a Horimiában volt egy ilyen jelenet, hogy Sakura nevű főhősnőnk adta oda a csokit, ami különféle színű volt, és a főszereplő az volt annyira idióta, hogy nem esett le neki, hogy a Sakura az nem csak mint szín, hanem mint az ott előtte álló lány is lehet, és akkor persze jön a folyamatos félreértés. A fiúk nem mindig értik meg, hogy miről van szó. Hinata konkrétan megmondta Narutónak, hogy szereti, de még el kellett tennie, hogy 400 részre, mire ebből házasság lehet, mire Narutóhoz eljutott, hogy mit? Ja, azt mondta 400 részszer ezelőtt, tényleg. Igen, szóval vannak ezek a tipikus töketlenség, ezről már szó volt, csak itt kérdezem a lányokat, a hölgyeket, hogy töketlen srácok, akkor ez így teljesen valid történet az animékben? Mármint, hogy ez így valóságban ellopott? Hát a valóságban nem biztos, hogy így ment az animékben. Tényleg valahogy van egy olyan srác, akit nem érted, hogy miért, de mindegyik lánynak ő kell. De van ez fordítva is, hogy van egy olyan lány, aki egyszerűen egy üres karakter, és nem tudod, hogy mit eszik rajta az összes srác, de mindegyiknek ő kell. Segítek. Ez az összes ilyen fordított háremre igaz egyébként, hogy a női karakterek annyira semmilyenek, annyira jellemtelenek. Tehát nem tudom, hogyha már így építik fel, hogy minden pasi a lábai előtt hever, akkor miért nem tudják egy kicsit jobban kidolgozni azt a női karaktert, hogy tényleg azt érez, hogy jó, érte megéri harcolni, de hát nem, mert egy semmi. Segítek, ez a valóságban is így van, és általában mellmérettel arányos, hogy mennyien vannak előtte. Nem, ez nem igaz, mert a fordított háremekben nem ezen van a hangsúly. Tehát, hogy na jó, lehet, hogy a ecsi típusúakon igen, de alapvetően például az Utano Prince-szamában nem ezen van a hangsúly. Ott a női karakter egy teljesen normális mellmérettel rendelkező hölgy. Szó volt már a különböző problémákról, így a töketlenség, a gyerekkori elutasítás, a szerelmi szokszögekről, igen, tudok sejpíteni is, és állandó félreértések, még a korkülönbségről, bár ez nem egy annyira gyakori, de azért mégis előfordul, hogy egyik karakter az sokkal, vagy relatíve idősebb, mint a másik, és most nem csak arra értem, hogy jaj, aranyos kislány, ja nem, ez egy 900 éves démondő, szóval nem erre gondolok, hogy amikor itt tényleg ilyen reális
a real life-ban van egy ilyen gorkülönbség. Az ilyen gorkülönbségekkel úgy is szeretnek játszani, hogy való, hát ahogy mondtad, hogy milyen aranyos, nem a 900 évesre gondolok, de most volt nem régiben egy sorozat, amiben konkrétan egy kis loli, akire azt hittem, hogy a húgom lehetne egy ilyen 10-12 éves, és az ott a nagy gorillával kezdett el járni, és igazából a gorkülönbség nem nagyon volt köztük, de szeretnek ilyen félreérthető szituációkat hozni, vagy ami hát egy ilyen nagy mém is lett, vagy folyamatos mém, az amikor a, nem is féltestőnek mi ez a stepsister konkrétan, vagy a, amikor azzá válik. Most a hatestő. Az. Nem beszélek magyarul, na. Nem azért lettem fordító, mert magyarul beszélek, hát most. Szóval az ilyen mostoha testvérek szituk is elég gyakoriak, főleg az utóbbi időben egyre több ilyen animének láttam a bejelentését. Igen, ez a korkülönbség, ez egy nagy kérdés, az Avatarban is lehet gondolkodni, hogy ott ki volt a pedofil, hogy Katara... Igen, én a korkülönbségre azt tudnám még mondani, hogy például a Hitori Jime My Hero-ba volt ez a tanár-diák kapcsolat, amikor ugye a diák a tanárral jött össze, ugye ez egy BL mű, de hogy itt például nagyon megjelent a korkülönbség, ugye nem csak korban, hanem hogy teljesen más életszakaszban voltak. A Lilla azt hitte, hogy belém tudja folytani, nem akkor is elmondom az avatáros történetet. Szóval Katara 14 éves, összejön a 12 éves angol, vagy a 112, hát ez így elment, 112 éves angol összejött a 14 éves igen, most így visszamegyünk. Jó, akkor ebben meg vagyunk. Tipikus helyszínek, hát igen, szó volt erről a Matsuriról, hogy ott valahogy mindenkinek lyukatában vannak. A cipőszekrényes doboz, igen, még nem volt szó a iskola tetejéről. Igen, tegye fel a kezét az, aki felismeri, hogy az első három kép az melyik animéből van. Adok csokit. Valószínűleg ugyanazokban az iskolában játszódik mindegyik, mert ugye az iskola teteje az mindig pont ugyanígy néz ki. Amit érdekesség, hogy minden animében kimennek a tetejére, minden animében csinálnak ott valamit, ott lógnak szünetekben, ott esznek a legmenőbbek is, és a legunalmasabbak is, akik elvonulnak maguknak. De egyébként Japánban az iskola teteje konkrétan le van zárva, tehát ez valószínűleg az ilyen elfojtott gyerekkori vágyakból adódik, hogy az összes mangak, hogy hát én most a legmenőbb srác, az kim fog ülni a tetőn, és ott az mennyire jó neki. A iskola tető az két részre van oszva, a depis magányos lúzerek, és van a másik része a tökös menő csávok. Szóval mindketten a tetőn vannak, csak a másik rész. Elég nagy ahhoz végül is az iskola, hogy eloszoljon. Abszolút. Mi van még itt? Illetve még egy helyszín nincs itt. Ugye az iskolában sokszor szokták félrehívni, amikor szerelmet akarnak vallani, mondjuk egyik lánya a fiúnak, hogy így az iskola szélébe ilyen elhagyatott részre mennek, úgymond. Ez leginkább is egy ilyen klisé hely. A biciklitároló mellé mindig. Ez nem már csak azok jobbak, amikor látjuk így a hatalmas nagy közé... reneszánszkori iskolai épületek, amiért valamiért ott vannak Japánban, és oda ilyen európai stílusú hatalmas hodályokban van egy külön épület, ami szinte arra lett kitalálva, hogy ott szerelmet valljanak egymásnak a 8000 hektáros iskolai. Biztos azért jelennek meg mindig ott valakik, hogy ők figyelik, hogy na most ki van, most ki fog szerelmet vallani. Tipikus. Van ugye még a klubház, vagy a klubterem, ahol mindenki össze szokott jönni mindenkivel. Az is egy ilyen alapvető szociális intézmény a japánoknál. Meg hát ugye a bistró, kávézó, étterem, ahol lehet, hogy éppen dolgozik is az egyik főhős, avagy mindkettő. Szóval, hogy persze Japánban hogy tudják megengedni maguknak a középiskolások, hogy minden nap degeszre egyék magukat a cukrászdában, nem tudom, hogy... Jó életük van, én is megtenném egyébként, tehát szívesen bezabálnék minden nap, főleg, ha ott dolgozok. Tehát de tényleg, te gimis vagy, ma már mindenki cukiba jár? Persze, minden nap elmegyünk a cukrászdába, telezabáljuk magunkat, majd utána visszamegyünk az iskolába, és bedobunk egy levelet a másik szekrényébe. Ez csak úgy kérdezem, nálatok is így volt? Jó, igen, azt mondták, hogy itt igen, szóval csak én nem jártam ilyen. Le vagy maradva. De itt ugye vannak egyéb helyszínek, ugye a sportája, mindig valamelyik szereplő, mindig sportol.
vagy a fiú, vagy a lány, vagy mindkettő, és ott ismerik meg egymást. De mindig kint kell lenniük, ha tűz, ha fúj, ha esik, ha jégeső, ők ott futnak. Akkor is, ha egyedül kell, ha már senki nem megy ki, akkor is ők futnak. Egy klasszikus dolog, hogy a sportos csaj a töketlen és sportokban teljesen analfabetikus fiúba lesz szerelmes. Ki tudja, hogy miért, vagy mi a motivációja. Illetve még hát nem, ide nem került föl, de a szentély, ugye, hogy elmennek, és mindig van egy elhagyatott szentély. Szóval oké, tudjuk, hogy Japánban sok szentély van, de mindig akad egy, ami egyrészt romantikus, mert a hegytetőn van, és nagyon szép a kilátás, és van egy nagy... És sosincs ott senki. Igen, csak a két főszereplő jár oda. Meg ugye ott van a pap. Meg mindig naplementekor, mindig úgy kell menni, pont akkor érnek ki, hogy a szentély előtt szépen így aranyfényekben világítson oda a naplemente, hogy amikor kimondja, hogy szereti, akkor pont akkor jön majd a szakura így a szélben, és minden tökéletes. És látjuk magunk előtt a női karakternek a döbbent arcát, ahogy a szakura virágzás elmegy előtte, és a frufruját meglebegteti a szél, és így csak mindjárt... Erre volt büdzsé, ugye? Tökéletes. Legfontosabb része az animének, ahogy meglebegteti a haját. Így van, animének legfontosabb pillanata, amikor meg az egyébként mozdíthatatlan haj megmozdul, szóval, hogy... És milyen műfaji sajátosságok vannak? Itt most a shonen nem a Naruto, Bleach, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer-re értük, hanem mint korosztályilag, mint fiúkat becélozva ilyen. Tínédzser. Engem. Tehát ugye a shonen az gyakorlatilag a tínédzser fiúknak szóló animék, mangák sorozata. Itt ugye lehet látni is párat, a Gotobu no Harajome, ugye az ötösi crash story, az egy elég tipikus, ugye elég gyakran előfordulnak az ilyen shonenekben a harem, az ecchi, amikor valahogy véletlen pont úgy esik rá, hogy ő nem akar hozzányúlni egy nagyon tisztességes rá, de valahogy pont úgy esik rá, hogy érdekes helyekre nyúljon. És pont akkor fognak benyitni, amikor véletlenül ráesett, hogy mindenki félreértesse. Pontosan, ez mindig így szokott történni. Szóval ugye ez a Gotobu no Harajome is ilyen. A Shigatsu wa Kimi no Uso szintén egy shonen, és ami érdekes most egy ilyen megbeszélés előtt, én bennem most tudatosult, hogy a Kaguya-sama az valójában nem shonen, hanem seinen, ugye, ami csak azért említek itt meg, azon kívül, hogy magamat lejáratom a tudatlanságommal, hogy elég durva átfedések vannak, hogy azt hinné az ember, hogy ez egy shonen, de igazából nem az, és nem csak a shonen seinen és a shoujo josei között, hanem mondjuk a seinen josei vagy a shonen shoujo között nagyon sok átmenet szokott előfordulni. Nekem mondjuk a Nana volt így meglepő, hogy én arról azt hittem, hogy az josei, és akkor mondták, hogy hát nem, a shoujo. És hát én ezt egy kicsit azért tehát komolyabbnak gondoltam, úgymond, így a Honey and Clover-rel gondoltam egy vonalban, de nem, rosszul gondoltam ezt is. Nem teljesen, szóval persze azt mondod, hogy shoujo, és akkor rögtön azért tudsz gondolni a Kirari varázslatos álmok és Nana, szóval, hogy ezek teljesen összhangban vannak egymáson, szóval... Igazából most így reggel mindenki lejáratta magát, hogy senki nem tudja, hogy melyik hova tartozik, de igazából nem is baj ez, mert hát most ugye van ez a melyik korosztálynak való, de szerintem mind láttunk már olyat, ami hivatalosan nem nekünk való. Talán ez is a szépsége, hogy hiába van kategóriák rossz, hogy mindenki megnézhet mindent, amit szeretne. Különösen ugye az első ajánlat anime, az mindenkinek a Boku no Pico. Mindannyian estünk bele, hogy jaj, figyelj, tudsz nekem mondani valamit, hogy mit nézek? Persze, Boku no Pico. Legjobb, nem? Ízlések és pofonok. Itt az első sorban, aki ül, azt szerintem nagyon sok jó animét tud ajánlani. Nekem is ajánlott egy nyári szünetről szóló, csodálatos, romantikus animét. Natsuyasu, mit szerintem mindenki menjen és nézze meg, nagyon szép, nagyon romantikus. Mondjuk én is egy romantikus anime filmet láttam először a mozikban, szóval, hogy ott a Ghost in the Shell-ben ugye ott 80 percre eljutnak a megismerkedéstől, együttléttől és gyermekfogantatásáig, szóval ott... Szentályban megcsinálják 5 perc alatt. Oké. Okay. Jó, rendben. Szóval igen, ez a tipikus shonennél vannak az a ecchi harem című megoldások.
a történet fönntartása érdekében, ott minél több lány, minél kevesebb ruhában, az elmaradhatatlan onszenes és vagy tengerparti résszel, amit mindig be kell tenni. Van a Seinennél... Mondjad? Ja, semmi. Ja, okay. Csak hogy igazából az onszeneknek van egy nagyon jótékony hatás a női szervezetre, mindig két kosár méretten megnő a mell. Én most ettől elhatárolódok, jó? Talán jobban jártál volna, hogyha nem hagy szóhoz jutni. Jó, rendben. Volt arról szó, hogy a Seinen ugye az egy kicsit sok mindenben hasonlít a Shonennel, de van, hogy ugye sokkal durvább történeteket tudnak felvetni. Amikor készültem az előadásra, akartam keresni tipikus Seinen romantikus történetet, és igen. De akinek van ötlete, az nyugodtan mondjon. Igen, látom a hatalmas érdeklődést, hogy hány ilyen címet akarnak benyögni az emberek. Túl igen. Sok van, nem jut eszük be. De a Seinenben már nincs idő szerelemre, szóval ott mély filozófikus morongás az egész, meg hentelés, szóval ott a munka a szerelem. A Shoujo-nál ugye az egyik legelső anime, amit így nagy közönség megismert Magyarországon, a Sailor Moon volt, az is a Shoujo-shop is volt romantika. Kinek nem volt a 90-es években a smokingos jó ember a nagy szerelem, a lányok között? Nekem. Nekem nem. Általában kislánként. Bevallhatod, hogy neked az volt. Nem, mert nekem Usagi. Kislánként mi többnyire a rossz fiúkat szerettük valamiért. Nem tudom, például a Tokio Mjau-nyába. Én kész voltam az űrlényektől, mindegyiket imádtam, de a srácok egyszerűen ott is idegesítőek voltak, és pláne, hogy a Márkot választja, hát nekünk az egy akkora érthetetlen dolog volt, hogy miért pont őt, amikor még a macskávézóban lévő srácok sokkal jobbak. Tehát ez megint egy olyan, hogy így egyszerűen a főszereplő lányoknak a fejébe nem tudunk belelátni. És itt indultak el a fanfiction gyártás sok komoly mértékben. Nem nyilatkozom. Ez már több volt, mint fanfiction, ez már ilyen Lemona sztorik. Ja. Jó. Oké, és hát tényleg itt a legnagyobb shoujo, akkor a Nana, hogy az, mint maga benne van, ott elég sok minden belefér egy... Hát és ott igazából minden benne van. Hát ott a nem érő... Vagyis igen, ott minden benne van, amit fel lehet szerelem, sorakoztatni így a szerelem szintérén. Igen. Nem erőszak. És tényleg ez kell a kislányoknak, hogy megtudják, hogy... És amikor, mi az, aki azon panaszkodott, hogy azért készítette el a Chihirot, hogy a kislányok ne csak bugyuta a szerelmi történeteket olvassanak, akkor biztos még nem ismerte a Nanát, nem ez később indult, de lehet, hogy azt látta volna, hogy ez van a Shoujo antológiában, Nana, akkor nem készül a Chihiro, szóval ki tudja? És a Josei, mint mondjuk az, hogy a leginkább érzelmekre ható műfaj. Van esetleg kedvencetek ebből, vagy... Hát ott van a Dián, Honey and Clover. De, mint mondtam, tehát nekem nincs különbség a Nana meg a Honey and Clover között érzelmi szempontból, tehát hogy az Honey and Clover erősebb lenne, vagy mondjuk komolyabb dolgokat mondana, mint a Nana. Tehát ezért fura ez a kategorizálás, hogy nem tudom, én nem látok bennük különbséget. Szerintem a Nana sokkal komolyabb volt néhány dologban, mint a Honey and Clover például. Nem csak a Honey and Clover van, hanem... Jó, oké. Okay. Hát annyira nem nézünk ilyen Josei-eket, úgyhogy... Ez csak azért került fel, hogy a négy meglegyen minden. Ja, oké, okay, ez csak ilyen balansz volt szegény Josei. Jó, én szeretem a Josei történeteket, de... Ez és akkor neked melyik a kedvenced a Honey and Clover-en kívül? No, de me. és külön itt van a BLGL Lilla. Nyugodtan. 18 éven aluliak, azok forduljanak el. Nem, még maradhatnak, majd lesz annál izgalmasabb is. Tényleg?
Igen, ugye a BL-nél, ami jellegzetes, hogy, hogy alapból a hetero romantikus történetek olyan nagyon óvodásak nekem. Tehát, hogy nem haladunk sehova, két hónap alatt összeér a kezünk, úristen, most mi lesz. Míg ezzel szemben a BL történetekben mernek merészek lenni. Tehát, hogy ott tök hamar összejönnek, ha akarja, ha nem a másik. Tök hamar eljutnak ugye az ágyig. Tehát, hogy itt tényleg felnőtt romantikus szerelmeket látunk, és nem ilyen kis gyerekes bohóckodásokat, mint a Tisztelet a kivételnek természetesen, de a legtöbb romantikus animében. És én alapvetően ezért szeretem a BL-t, mert szerintem sokkal reálisabban mutatja be ezt az egészet, mint amennyire ezek a sulis kis hetero történetek mutatják be. És ugye hát a BL-ben is rengeteg minden megjelenik, ugye, mint mondtam, ez a diáktanár kapcsolat, ugye, illetve itt is megjelennek komolyabb kapcsolatok is, illetve, hogy itt is van, ugye beleszövi magát ez az erőszakosság is. Tehát szerintem sokkal szélesebb körül, és talán amiatt, mert hogy férfi szerelmet ábrázolnak, mernek merészebbek lenni az alkotók, és nem megragadni ennél az ovis szintnél. Nem vagyok egyébként egy nagy BL vagy GL szakértő, gondolom ez így kitűnik, viszont tényleg ez egy nagyon pozitív vagy hát egy pozitív dolog az ilyenekben, hogy sokkal reálisabbak, és igazából magára sokszor a szerelem elfogadásáról is szól, amire viszont tényleg nagy szüksége van, főleg a mai embereknek. Talán nem véletlen, hogy a lányok körében ennyire elfogadott, és nem is csak, hogy elfogadott, nagyon szeretett és kedvelt a nagyon sok BL, főleg a milyenek témákról szól. Igen, meg itt ugye a szereplőknek meg kell küzdeniük sokszor az egyik félnek ezzel a dologgal, amit ő érez. Tehát, hogy itt az ő érzelmi vívódását is láthatjuk, a belső világát, tehát sokkal többet mutatnak érzelmileg, mint az ilyen egyszerű kis iskolai romantikus története. Erre most szerintem egyébként, ami pont ki van vetítve, egy nagyon jó példa, mert ugye a Love Stage-nek az alapkoncepciója az, hogy szintén gyerekkorukból ismerik meg egymást, és azt hiszi az egyik a másikról, hogy lány. És csak később derül ki számára, hogy ő egy fiúba volt egész életében szerelmes, és ő mennyit vívódik rajta, hogy de ő így is szeret, és így is elfogadja. A Love Stage-et nem ismertem, de akkor úgy tűnik, hogy ezzel sikerült egy másik klisébe beletapintanod, mert több ilyen történetet hallottam már, ami erről szól, hogy vagy ez, vagy az, hogy hirtelen elbújik a lány és fiúnak öltözi. Az ilyen trap karakterek szól, akik így ezt játsszák. Én azt vettem észre, hogy az a különbség, hogy a Shonenben leginkább ez egy vicces megoldás, szóval, hogy ott ez egy sokkal inkább komikusabb helyzet, hogy ez valamilyen fogadásból kerül oda a szereplő, hogy neki vagy fiúnak, vagy nőnek kell öltöznie. A másik esetben, de mondjuk a Josei vagy a BL kategóriában, ott ez egy sokkal identitásabb miatt öltözködik úgy valaki, szóval gondolhatunk mondjuk a Paradise Kiss-ben is. A BL-ben annyira nem jellemző ez a nőnek öltözés dolog, tehát hogy ott általában mindig, tehát itt egy tévedésre van szó, ugye a Love Stage-nél ő nézte be, de itt, tehát hogy amiket mondasz, ezek a trap karakterek, ezek a BL-ben annyira nem jellemzőek egyébként. Nem feltétlenül, de hogyha megvan, akkor nem poénból öltözködnek be, kivéve, hogyha Gravitation-t olvasod vagy nézed, szóval. Egyébként igen, gyakran vígjátékokban fordul elő, és ő maga a bohóc, ugye, ha mondjuk a Komiszánra gondolunk, akkor Osana Najimi nagyon kreatív nevet kapott, a gyerekkori barát. Ő gyakorlatilag a bohóc szerepét vállalta magára az animében, meg ugye a mangában. Ugye ez nem jellemző mondjuk a Love Stage esetén, gondolom, vagy hát az ehhez hasonló, amiket láttam. Egyéb gondolat, óhaj, sohaj, bánat? Jó, nem, oké. És túl a romantikán, ugye vannak a pozitív fejlemények, hogy tartós kapcsolat alakul ki, mert mindig ugye ez az alsó vagy felső középiskolában ismerkedünk meg a karakterekkel, és így az emberben mindig elgondolkodik, hogy vajon hogyan fognak ők tovább menni. Ugye az egyik részben az van, hogy ha elköltözött egy ajtóval odébb, már kész
vége van a párkapcsolatnak, máskor pedig, hogy jó, hát akkor közösen fogunk járni egyetemre, igaz, eddig itt éltünk, nem tudom, Oszakába, és most Hokkaidóra fogunk költözni, ez teljesen megoldható az életben. Az egyik sportoló, a másik meg zenész akar lenni, de attól még ugyanoda fognak járni. Tipikus, szóval egyszer meg lehet oldani a dolgokat, egyszer pedig megoldhatatlanok. Egyébként érdekes, hogy több olyan animét lehet látni, amik ugye szintén itt a középiskolában játszódnak, viszont ugye ott le is zárul, viszont egy ilyen epilógban gyakorlatilag meg lehet nézni, hogy ők összejönnek, viszont magáról, a házasságról nagyon kevés, vagy a felnőttebb kapcsolatokról nagyon kevés anime szól. Nem igazán lehet ilyeneket látni, ugye, de mondjuk egy pont egy ellentétes példa, ugye, amit felhoztunk pozitívnak, ugye a Tonika Kukavai. De egyébként igen, ez is elég gondolkodható, hogy nagyon sok történet van a tinikori szerelemről, hogy utána, vagy nem utána, hanem azt látjuk, hogy ezek a tinik általában csonka családban nőnek föl, és az a legjobb eset, hogy csak hogy csupán valaki meghalt, mert egyébként valamiért úgy gondolják a szülők, hogy a 12 éves gyereket otthon lehet hagyni pár évre, köszönjük Conan, vagy bármilyen más egyéb megoldás. Önellátóak lesznek most, na. Önellátóak lesznek. Önellátóak, igen, vagy hát... Erre egyébként, amiről most szó van, erre egy nagyon jó példa szerintem a Kenshin Omago, ami nekem egy nagyon jó meglepetés volt, ugyanis én csak arra számítottam, hogy ez is egy ilyen kis isekai lesz, és majd el lesz magának, és örül magának. Viszont ott is megvan ez, hogy ugye beiratják őt iskolába, nyilván nem a saját szülei, hanem egy idősebb házaspár, vagyis hogy nem volt házaspár, mert ők is elváltak, de hogy ők nevelik föl a kisfiút, aki hihetetlenül tehetséges lesz, beiratják egy iskolába. Ott nyilván megmenti az első részben a későbbi szerelmét, viszont ami nagyon jó meglepetés volt, hogy ez az anime tovább ment, és ők is összeházasodtak, és ment minden tovább. És egyszerűen nem tudtam feldolgozni, hogy olyan gyorsan történt, hogy tényleg rendesen esküvőbe bemutatták az eljegyzés, hogy megkérdezte a szülőket, hogy ő szeretné elvenni a lányukat, és engedélyt adnak erre, és ez egy nagyon jó meglepetés volt így egy ilyen 13 részes iszekájtól. Egyéb észrevétel itt a pozitívumoknál, hogy a történetek, amik túlmennek a tinikori fellángoláson és hosszú kaptatások. Hogy szeretnéd, hogy rámutassak a klannadra? Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon komolyan továbbmenő történet volt, és pont emiatt is emlékszem, beszéltük, hogy én nem biztos, hogy csak a pozitívhoz tenném, hanem inkább a kettő közé, mert nagyon sokan nem bírták feldolgozni, hogy mennyire komolyan túlment a tipikus, jaj, szeretlek, én nem szeretleken, hanem tényleg ott is mennyire komolyan belementek olyan dolgokba, ami komolyan traumát okozott egyes embereknek. Igen, egyébként több olyan anime is van, amit a pozitív és a negatív oldalra is be lehet rakni, és akkor felhoznám azt, amit külön az én kérésemre beleraktak. Az elején aztán nem sikerült rá szót kerítenem, ez a Kuzunu Honkai, vagy Scum's Wish, ami gyakorlatilag mind egy kicsit túlmenő, mind a ugye, pozitív oldala túlmenő, vagy a negatív oldalra. Ott is van azért érzelmi zsarolás, bántalmazás, valamilyen formában erőszak, ott szintén megjelenik ez, amit akartam is mondani, hogy ez a, ott nem BL, hanem GL volt gyakorlatilag, ugye az önmaga elfogadása, érzelmek felismerése, ugye szintén van ott egy elég nagy korkülönbség, szerelemtelen, én gyakorlatilag mindkét főhős a saját tanárába szerelmes, ami még ha nem is egy ilyen 20-30 év, de ha jól emlékszem, 8 év különbség van a tanár és a diák között az egyik esetben, a másiknál pedig már nem tudom. Úgyhogy ott is azért vannak ilyenek, amik a tipikus cuki dolgokon túlmennek, és mind a pozitív, mind a negatív oldalába belemennek. És akkor, hogyha már nem tudunk semmi pozitívumot mondani a szerelemről, van. Egyébként van. Ha megnézed, hármat tudtunk a pozitívhoz felsorolni, de hatot a negatívhoz. Kettő és felett. Tartós kapcsolat, abból jönne a házasság, elvileg. Házasságban megkövetkezik a gyereknevelés. Gyerekvállalás, hát vagy fordítva alakulnak a dolog, hogy először jön a gyerek, utána a házasság, utána a tartós kapcsolat. Na, ilyen nem nagyon van, hogy így becsúszik a gyerek. Tehát, hogy ezt ábrázolnák animében, hogy mondjuk tiniként
tiniként mondjuk teherbe esik. Na-na. Jó, de ott jó, is de már... az már olyan... Az, de ott már nem iskolába járnak. Jaj. Tehát, hogy erre gondoltam, hogy például iskolában 16 évesnek becsúszik mondjuk a tanárától, vagy egy idősebb férfitól. Tehát, hogy ez szerintem nem nagyon van. Ez miért a pozitív oldalhoz mondjuk ja, egyébként? Ja, ez csak eszembe jutott. Nem tudom, szóval lehet, hogy az a probléma, hogy a töketlen kunok nem tudnak előbbre jutni az dolgokban. De akinek van ötlete még a nanán kívül? Uh-huh, jó, oké. Tudom, hogy hol laksz. Akkor menjünk át a negatív oldalra, az sokkal izgalmasabb. Jó, menjünk át a sötét oldalon, ott úgyis van süti. És alacsonyabb a gázszámla, meg a villany. Alacsonyabb a villanyszámla. Így van. És itt negatívunkként van benne az elszántság, hát ugye, hogy gondolom, nem arra gondolt a szerző, hogy mindent megteszek a szerelemért, kérdezd hanem meg. Ez a... Hát már... Tessék? Kérdezd meg a szerzőt. Hát a szerző szerint ez az elszántság az rossz egy szerelembe, az ilyen, talán ilyen vegyes, nem tudom. A követés meg a zaklatás, no, azok már keményebb diók, hogy folyamatosan... Igen, erre ugye én a Romantic Killert hoztam fel példaként, ami ugye Netflixen futott anime, és alapvetően egy vígjáték animének, hát indult végül is az, tehát végig ilyen vígjáték volt, de aztán kiderült a férfi főszereplőről, hogy neki van egy traumája, mégpedig, hogy egy nő olyan szinten zaklatta és követte őt, hogy ő egyszerűen így teljesen rosszul volt bármilyen ember közeledésétől. És tök érdekes volt egyébként egy vígjáték animében ennyire komoly témát látni, ezt így a vége felé rakták bele, és tényleg így ki is bontották, meg feldolgozták rendesen, hogy egészen már ugye a rendőrséget kellett hívni, tehát hogy ez a zaklatás, ez egy nagyon komoly probléma, és nagyon komoly lelki gondot tud okozni a zaklatott félnek, és tök jó, hogy ezt egyébként így felhozták, mert ugye ez egy valid dolog, tehát jó, hogy ezt így belecsempészték ebbe. Mert így igazából ez az anime így nem volt depis, ugye végig vicces volt, de mégis egy komoly témára a hangsúlyt tudtak fektetni. Érdekes, hogy ezt mondod, mert van egy témáját ezek szerint tekintve egész hasonló a Higehiro című anime, talán 21 tavaszán futott. Van egy hosszabb cím, amit már nem emlékszem fejből, és ott is pont erről, hogy az elején egy ilyen tök cuki vígjátéknak indul, hogy a kis 16 éves csaj megpróbálja elcsábítani egy random felnőttet, és aztán utána derül ki, hogy ez mennyire komoly háttér van, ugye, ami nyilván itt most nem jelenik, mert ott a családi hátteréről is volt szó, hogy mennyire rossz az, hogy hány felnőtt volt az, aki őt konkrétan megerőszakolta, sőt még egy jelenetet is kevésbé vizuálisan, de megmutat az anime, és konkrétan eljutott ő az öngyilkosságig is, és egy ismerőse, és ami egyébként nagyon romantikus animékben nem fordul elő, ugye öngyilkosság, vagy ilyesmi, és az teljesen átfordult egy ilyen komoly, depresszív történetbe, úgyhogy vannak azért olyan animék, amik megmutatják a sötét oldalát is ennek az egésznek, és olyan problémákra reflektálnak, amik nagyon gyakoriak, vagy hogyha nem is gyakoriak, de előfordulnak, és jó, hogyha az ember találkozik velük. És azért is jobbak ezek az animék, mert ezek reálisan mutatják be, nem úgy, mint például a Mirai Nikki, meg a School Days, ami már nagyon eltúlozva mutatja be ezt a túlzott rajongást, meg ezt, tehát amiket itt művelnek benne, azért ezek nem voltak életszerű dolgok. Mikor a Mirai Nikkinél például nem is volt ez ugye cél, de tényleg ebből ugye lehet tanulni. És akkor ebből jön aztán a fizikai bántalmazás, ugye, ami szintén megjelenik, az aláfölé rendeltség, az szintén ennek, ugye van, hogy komikusabb megoldások vannak, amikor egy diák tanácselnök a végtelenségig szekál valakit, vagy a Oran High Schoolban is egy kicsit próbálták viccesre venni, hogy a gazdagok szeretgetik a nem annyira tehetős leányzót. De hát nagyon sokszor ez nem egészen, mert ugye van, hogy rabszolga, gazda, vagy főnök beosztott kapcsolatok is, vagy éppen gyógyító és a gyógyítandó
személy közötti, ugye ápoló és ápolt közötti helyzet. És hát ugye a legrosszabb ugye az maga az öngyilkosság, amikor de Japánban ugye elég komoly hagyománya van a öngyilkosságnak, a dupla öngyilkosságnak, megölöm a szerelmemet, és utána öngyilkos leszek. Vagy különböző egyéb opciók. Egyéb opciók természetesen, hogy hát ezeknek a különböző variánsai, hogy ki hogyan hal meg a szerelemért, szóval nem mindenki úgy, mint a Rómeós Júliában, hogy dupla öngyi. Nem feltétlenül a szerelemért, ugye ami talán inkább egy pozitív oldala lehet ennek a öngyilkosságnak, ami bármilyen furán is hangzik, ugye amikor az öngyilkosság után, vagy még a megtétele előtt valaki a szerelmének a segítségére siet, ugye ez konkrétan a Kono Katachi vagy a Silent Voice című filmben volt így, hogy a lány nem szerelem miatt öngyilkos akart lenni, és a fiú volt az, aki mindent megtett ért, és ő gyakorlatilag az életét feláldozta volna a lányért. Ugye ez nem tekinthető a negatív oldalnak, így értettem az elején. Jó, hát természetesen van, hogy a halál az egy ilyen deux sex machine, szóval a szerző nem tudja lezárni a történetet, és akkor jön a trekkun, elüti a lányt, vagy szegény lány elején megmondják, hogy hasnál mér így rákban szenved, és erre megölik. Szóval, hogy köszönjük szépen a megoldást. Mondjuk az egy jó fordulat volt. Hát, ja. Egyéb esetleg gondolat, ohaj, sohaj, ez a öngyilkosságos téma után. Köszönjük, itt jött egy ilyen nagyon okos bekiabálás, hogy mi van a hentájjal, mint ami ugye a, hát hogy mondjuk, mi ez a túl a romantikához kellene betenni, és pozitívumhoz? Fizikai bántalmazás, zaklatás, aláfölé rendeltség, végül is előfordul. Minden megvan, nem? Szóval, hát ez ilyen all in, igen. És a romantikán is túl van. Igen, hát valahova oda a gyerekvállalás elég kellene betenni ezt a történetet. Hát azért de valahogy a házasság elé is, nem? Vagy sok esetben a tartós kapcsolat elé. Akár, és igen, szóval ott, tényleg ott jöhet minden, ami ott. Megkérdezném, hogy szoktak-e az emberek olvasni vagy nézni, de szinte mindenkit senki nem tenné fel a kezét, Ritzen kívül. Ritz sem nézi, vagy olvassa, ő fordítja. Ja, igen, bocsánat, szóval Ritz még egyet... Ja, igen, igen. Igen, szóval... Ritz se látott egyet, csak le kell fordítani, egy hentájt fordítani. Szóval. Szinkron színész vagyok egy pornófilmben. Na. Igen. Mint a Natsuyasumi, mi? Nekem. Nálam van a mikrofon, és most én ezt befejeztem. És akkor hát itt ilyen pár egyéb kedves címet tettünk be. Ha esetleg itt lehet fangörködni, meg fanbolykodni, hogy lehet mondani, hogy melyiket ajánljátok hát a közönségnek. Maradj csendben! Szóval a... Igen. Szóval Ritz kedvéért egyébként feltettem a Cukiga királyt is, mert ha jól rémlik, akkor azt ő már nagyon rég szeretné megnézni. De amit úgy konkrétan szerettem volna, az a Koitószó arról beszélni, ami szintén egy kicsit érdekes kicsavarása a kliséknek. Ugye az elmúlt egy órában kibeszéltük, hogy milyen sokfajta klisé van, Sakura, amiről nem jutott nagyon szó, de az erőltetett kapcsolatok, ugye amikor gyakorlatilag valakit beleerőszakolnak egy ilyen kapcsolatban, mondjuk egy házasságban, hogy megvannak ezek a klisék, viszont mindig van, hogy egy kicsit meg lehet ezt csavarni, hogy ne legyen annyira unalmas. Mondjuk a Shigatsura nem tudom mennyit spoilerezhetek, talán a legtöbben ismerik már, de ott például ugyanúgy megvolt ez a tűzijátékos, nagyon romantikus rész, viszont ott konkrétan össze volt kötve egy ilyen kórházas esettel, hogy több spoilert ne mondjak. Tehát, hogy vannak ilyen kicsavart esetek, és például a Koitószónál ott egy ilyen a romantikus dolgot megcsavarták, ezt a beleerőszakolós kapcsolatot, egy tudományos háttérrel.
és egyéb klisék is előfordulnak, ezt nagyon szépen megoldották, még ha maga az anime annyira nem is lett egy 10/10-es alkotás. Vagy mondjuk ugyanez a nagyjából beleerőszakolt kapcsolat, a Kimi no Nawa is, hogy bár nem külső kényszer hatására, gyakran egy belső kényszer volt, hogy a két főszereplő találkozzon Your Name-nél. Hát ez a Kimi no Nawa az egy, ott abban tényleg elég sok mindent felvonultatott Shinkai, amit el lehet képzelni, szóval szerepcsere, nemcsere, időutazás, kozmikus beavatkozás, Deus Ex Machina. Szóval tényleg ott Shinkai kitett magáért. Ja, igen. Hát eltávolodott már Shinkai attól a nagyon egyszerű történetmeséléstől, mint a másodpercenként 5 cm-nél, hogy így kezdődik egy elköltözéssel, jön egy szakura nagy fa alatt való csókolózástól, és ott nagyon, nagyon szomorú a vége. Na mindegy, jó. Luna? Hát itt ugye a Hitori Jime van fenn, de ugye arról már beszéltünk. Úgyhogy most átadom Lunának a szót. Nem csak így az előző tűzi játékozásról jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon tetszett, és nem a szokásos, hogy együtt kimegyünk megnézni a tűzi játékot, az a Kaguya-samában volt, hogy ugye Kaguyának nem engedték, hogy ő elhagyja a házat, mert hogy ők egy kicsit nemesebb, rangosabb családból valók, ezért nem akarták, hogy kimenjen, és hogy az volt, hogy meg tudják oldani, hogy ő egyáltalán kijusson, és nekem ez tetszett, hogy nem olyan egyszerűen kisétáltak, és akkor romantika, hanem azért izgultunk, hogy egyáltalán odaér-e. És nem lövöm le a poént, hogy odaérte. Tessék, megnézd! De ha már BL, ugye, akkor a DocuSite ajánlanám még, tehát hoznám még fel példának, amiből egy film készült, és nekem ebben nagyon tetszett a romantikus szál, ami a két főszereplő között volt, mert valahogy a két karakter annyira úgy tűnt, hogy nem illik össze, de mégis annyira passzoltak, és annyira jól mutattak együtt, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy ebben ábrázolták a szerelmüket. Az utóbbi szezonok két legnagyobb ilyen szerelmi története, a öltöztes séföl engem, meg ami inkább arról szól, hogy hogyan vetközteti le a csajt, szóval ez egy ilyen teljesen önellentmondásos egyetlen történet. Jelent, mindenki látott az, hogy hogyan vetközteti le a csajt, úgyhogy... Jó, oké. Illetve a Nagatoro-san, arról vélemény, hát kb. Ennyi nyomot hagyott, igen, a népekbe. Van esetleg kérdés, vagy észrevétel, hozzászólás? Ritz, nem szólalhatsz meg. Igen, Ritzen kívül. Nem kell tolongani, nyugodtan mindenki... igen, jó, oké, senki sem volt. Akkor én még egyet hozzátolok, mert Nerdi még nem hallottam eléggé a hangomat, ugye a Cukiga királyt mondtam. Ami egy érdekes, ugye ott is ez a sportos lány, könyvmolysrác felállás van. Úgy tűnik nem láttad, így elég üres tekintete nézel. Igazából ami érdekes volt benne, hogy ott nem, a félreértések ugyanúgy megtörténtek, de ők tényleg küzdöttek a saját kapcsolatokért. Nem volt az, hogy jaj, most valami furcsát láttam, hát akkor szakítok és utálom, hanem ott tényleg egymásért küzdöttek, átmentek, meg végignézhettük, ahogy egy párkapcsolatnak a különböző fázisain végigjutnak. És ott azt hiszem, hát ott volt konkrétan ez, hogy a végén bemutatta, hogy a végén tényleg össze is házasodtak a 12. részben. Tipikus. Igen, meg most így eszembe jutott, hogy ezt mondtad, hogy ez a párkapcsolati dolgoknál, amikor történik valami, és ahelyett, hogy megbeszélnék, mindig elfutnak a másiktól. Tehát ez annyira idegesítő, hogy így meg se hallgatja a másikat, hogy mit akar mondani, hogy egyáltalán megmagyarázhassa, fogja és elfut. Hát ezért élnek a tinik magányosan, szóval, hogy ilyen... Azt a megoldást látják, hogy van egy probléma, nem megbeszélni kell, el kell menni. És akkor... Ezért edzenek, hogy el tudjanak minél gyorsabban futni. Szóval Tobinak ezért nem volt tartós párkapcsolata Narutóban. Szóval, hogy tudsz volna emberrel vitatkozni, aki eltűnik a beszélgetés közepén. Szóval sehogy. Ennek a futásnak egyébként a legjobb az a Fumiko no Kokuhaku, azt hiszem ez a címe, vagy Fumiko vallomása, ami gyakorlatilag egy egyperces mű, felirat se nagyon kell hozzá,
a lány szerelmet val, majd utána elkezd végigfutni a városon. De szó szerint az egész városon. De a választ gondolom nem várja meg. De a választ gondolom nem várja meg, hanem már elkezd futni. A válasz után kezd el futni. Ja, a válasz után. Jó, akkor ő legalább megvárta a választ. Bátor. Ő volt a bátor, aki ott tudott maradni, és végig tudta hallgatni a választ. Egy nagyon érdekes jelenet jutott még eszembe, az is egy ilyen rövidebb történet volt, hogy azt hiszem 6 percesek voltak a részek, a Nijiro Days, ahol volt az egyik srác, aki az a tipikus harem srác, hogy minden lány őt akarja, majd ő megtalálta azt az egy lányt, aki őt utálja, de olyan szinten, hogy oda ment hozzá, hogy ő szerelmet volt neki, mire a lány leköpte. Igen, szóval ez Japánban ez tök érdekes, hogy az a srác, vagy az a csaj, aki a top-top kategória tetején van, ő általában a legnagyobb lúzert nézi ki magának, szóval, hogy ő ilyen... Hát Vampire Knight. Például a Vampire Knight, igen, az tökéletes példa, hogy hát én nem bírok emlékezni a csaj nevére, szóval valaki volt. Yuki. Legyen így, tőlem Bélának is hívhatnák, szóval... Manapság már. De nem azt mondom, mennyire, hogy mondjam, erős karakter volt, kb. Ennyire, szóval... Vampire Knight-ot senki nem azért nézte, hogy... Nem, vagy én voltam ilyen, nem tudom. Nem tudom, így a női részleg annyit tudok mondani, hogy a Vampire Knight-ot mi azért néztük végig, mert ott volt Kaname és Zero. Tehát, hogy semmi más nem érdekelt minket. Adta a tévé, szóval ennyi. Ez volt a nagy megfejtés. Jó, akkor vége. Jó, köszönöm szépen. És itt voltunk Ezra, Luna és Lilla, akikkel beszélgetünk, én meg iskariótes voltam. Sziasztok! 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 Köszönjük! És nézzetek sok animét!